harmadik Anna Bár, második udvarhölgye, a 222-es sorszámú szívet viselő kisasszony, sok szeretettel gratulálunk, kérjük szépen a színpadra, nagy tapsot kérünk! Hogy hagyományosan egy aponyi mintás herendi porcelán vázát kap a díjat, dr. Simon Attila vezérigazgató adja át. És ahogy látják is, Schiffer Miklós úr, a zsűri elnöke pedig a virágot nyújtja át a 196. Anna Bár második udvarhölgyének. Gratulálunk! Most következik a 196. Anna Bár első udvarhölgyének a díjátadása. Felkérem Kell Csaba kormánybiztos urat, a MIPA vezérigazgatóját, hogy fáradjon fel ide hozzánk a színpadra. Köszönöm szépen, Csaba! A 196. Anna Bár első udvarhölgye nem más, mint a 90-es sorszámot szívet viselő kisasszony. Sok szeretettel gratulálunk! Hagyományosan egy Rothschild mintás herendi porcelán vázát kap. A vázát hagyományosan dr. Simon Attila vezérigazgató úr adja át, és a virágcsokrot pedig Kál Csaba úr. Gratulálunk sok szeretettel! Itt van, ott egymás mellett. Köszönöm szépen! A 196. Anna Bár szépen díjátadáshoz felkérem dr. Varga Juditot, Magyarország igazságügyi miniszterét, a Bár fővédnökét, illetve Porga Gyula urat, Veszprém megyei jóváros polgármesterét és dr. Bóka István urat, Balatonfüred polgármesterét, hogy a díjátadáshoz fáradjanak fel a színpadra. Hölgyeim és uraim! Nincs más hátra, mint hogy eláruljam, hogy a 2021. évben megrendezett 196. Anna Bár szépe nem más, mint a 22-es sorszámú szívet viselő kisasszony. Nagyon nagy szeretettel gratulálok! Polgármester úr adja át az ifjú hölgynek, akinek nagyon sokan örülnek. Gratulálunk sok szeretettel! Az Anna Bárok hagyományos aranyalmáját dr. Varga Judit igazságügyi miniszter asszony nyújtja át. Dr. Simon Attila úrtól és egy csokor virágot Bóka Istvántól, Balatonfüred város polgármesterétől.